Ennél előlépés az, amikor az ember az Európa Ligában vagy a BL-ben játszódik. Milyenek a tapasztalatok? Milyenek ott a mérkőzés, a hangulat, a millió? Hát a Bajnokok Ligájában azt mondom, az egy szenzációs dolog. Nekem az első meccs az Anderlecht a Chelsea ellen volt idegenben, egy BL meccs. De azt mondom, hogy amit körülveszi tényleg az a szervezés is, még ezeknél a nagy csapatoknál is, hogy ugye a tévén mondjuk nem olyan reklám van, ami ezt a sorozatot ugye támogatja, akkor mindent le kell ragasztani a stadionba, szóval olyan készültség volt két napon keresztül, hogy azt mondom, amikor belecsöppent ebbe az egészbe, azt mondom, hogy ezt nem hiszem el, hogy tényleg ilyen, hogy ennyire a részletre is kell figyelni. Meg hát ugye annak a hangulata, ugye szeptembertől május végéig ugye erre figyelnek az emberek, ugye azt tapasztaltuk most itt Magyarországon, hogy milyen hangulat volt, hogy az embereket hogy megmozgatta. A legkedvesebb pillanat eddig a brüsszeli pályafutásod során, amit legjobban a szívedben őzöl? Ez a bajnoki cím az mindenképpen, és ez az év. Ez egy nagyon jó sikerült év volt, a csapat is azt mondom, hogy nagyon jó csapatunk volt. És tényleg 18 ponttal megnyertük a bajnokságot. Azt mondtam, a BL-t is rejtező volt, ami felejtető volt ebben az évben. Tényleg most már ugye 8 éve vagyok így, úgyhogy rendszeresen játszok így profi szinten, de annyira, hogy ilyen kiegyensúlyozott testnél legyen egy csapatnak, ilyen nem volt például. Melyik volt az az edzőszövetségi kapitány, akivel eddig legszívesebben dolgoztál? És milyen a kontaktusod most Ervin Koemannal? Mindegyik szövetségi kapitányon nagyon éreztem, hogy számítottak rám, úgyhogy ennek ezzel rosszat nem mondhatok rá. De is látom. Abban szerencsés helyzetben vagyok, hogy eddig tényleg pályafutásom során csak jó edzővel dolgoztam. Egy edzőre mellett egy rossz szavam se. A Koemannra kitérve, most ugye nagyon sokan az ő fejét követelik, hogy távozza a válogatottra. Mert azt mondom, hogy ha egy évvel ezért beszélgettünk volna itt, akkor mindenki azt mondta volna, hogy miért nem hosszabbítanak már vele, ugye akkor másképp voltunk a csoportban, jó eredmények voltak. Nem mondanám, hogy egyben az ő hibája, hogy így alakultak a mostani eredmények. Én nagyon felkészült és egy jó szakembernek tartom, mellette tényleg egy nagyon jó embernek, és azt mondom, minden játékosra megtalálja a hangot. Sajnos Magyarország nincs abban a helyzetben, mint mondjuk, hogy hollandok eljátszottunk, ugye Hollandia. Van egy keret, akiből lehet válogatni. Azt mondom, hogyha lecserélik az edzőt, 90%-ban ugyanezek a játékosok lesznek. Sajnos minden edzőnek itt kötött a keze, úgyhogy én nagyon bízom, hogy maradni fog. És következnek majd őszte az LB-s rejtezők. Mi lehet számítani? Hát remélem, nem hasonló játékra, mint az elmúlt két meccs volt. De én azt mondom, mindig azt mondom, hogy inkább játszunk ilyen csapatok el, ilyen meccseket, ahol rávilágítanak a hibáinkra, mint hogy most játszottunk volna két meccset, amit megnyertünk volna, és akkor megint az lett volna, hogy milyen jó csapatunk van, közben közel nincs olyan jó csapatunk. És ami legnagyobb probléma szerintem, hogy nem tudjuk helyén kezelni ezt a válogatottat, és így maga az emberek se. Ha van két eredmény tényleg, akkor nekünk van a legjobb csapatunk, ha van két rossz, akkor nekünk vannak a legvénebb játékosaink. Én azt mondom, hogy be kell ezt a válogatottat egy pozícióba sorolni, ami azért az élmezőmtől elég távol van. De mondjuk ezek a meccsek most itt rá is világítottak, hogy mondjuk egy hollandokkal játszottunk, ugye ha támadósort mondom, akkor egy Inter, egy Bayern München, egy Real Madrid és egy Arsenal, és ott meghatároz a játékosok, sőt az éjjátékosok, és akkor mondjuk elmondom a mi védelmünket, hogy persze nem lenéz ezek a játékosok, hogy Debrecen, Anderlecht, Videoton és Sion, szóval persze a 6-1 az ezeknek nem magyarázat, meg azt mondom, de sajnos én azt mondom, hogy mindig fejétől bűzlik a hal, és sajnos én úgy gondolom, hogy a vezetésben is olyan komoly problémák vannak, ami már tényleg változtatni kell. És most bízom benne, hogy most lesz is változás. Ha az ellenfeleket nézzük, az erdés rejtőzős ellenfeleket, mire számíthatunk a csoportban? Hogyha jobb lesz a játék? Hát a hollandok azok azt mondom, nagyon kiemelkednek ebből a csoportból. Viszont a másik három csapat, gondolok itt ugye a finnekre, ránk. Azt mondom, hogy bármi lehet igazából. Hasonlít kicsit az előző selejtező csoporthoz, annyiban talán, hogy a dánok erősebbek voltak, mint a finnek, de ugye ott is a portugálok abszolút favoritok voltak, és a végén nyilván erősen jutottak tovább. A mai fociból azt mondom, nagyon nehéz azt mondom, hogy biztos meccset játszunk.
ugye bárki el lehet nyerni, ugye egy meccsen bármi lehet, de persze mondom azért ebben a csoportban a holandok nagyon kiemelkednek. Legkedvesebb válogatott emlék? Az első meccsem és az olaszok elleni meccs, ez a kettő, ami... A 3-1. Így van, a 3-1. 3-1. Beszéltünk, van egy úgynevezett tábor élet, idézőjelben, amikor válogatott van, akit hol vagytok, hogyan tudod a családdal tartani a kapcsolatot? Hát nekem a család az első, mindig is így volt. Nekem az a mottom, hogy soha ne felejts az ember, hogy honnan indult. Például most mondok egy példát, hogy ebben a fél évben egészen május közepéig egyszer tudtam hazajönni 3 napra válogatottba. Ugye vasárnap játszottunk, 2 perc találkozó volt az edzőtáborban, 4 órára kellett beérni, délbe szálltam le, de még akkor is lementem egy órára a családhoz, hogy velük tudjak ebédelni. Ugye ritkán jutnak ők is ki, ugye egyéb elfoglaltságok miatt, de nekem mindig a család volt a legfontosabb, és mindig az is lesz. Most is itthon vagy Szabin egészen 27-ig, ingázás van Nagykanizsa, Balaton, Pest, Tápió, Szentmárton, különböző meghívások, hogyan tudsz neki eleget tenni? Hát próbálok, sajnos nem mindenek sikerül, hogy azért pihenésre is kell időt fordítani. Ugye nagyon hosszú szezon volt, most karácsonykor is meccset játszottunk, és új évkor is. Nem igazán volt sok szünetem. Hát ugye ilyenkor egyéb felkérések is vannak, például ha gyerekekről van szó, akkor legyen bármi, akkor azonnal megyek, sőt nagyon sokszor be is szállok közéjük edzeni. Nekem nagyon kedves emlékem volt, mikor Szentmárton belejöttek újpesti futballisták, és odajött hozzánk a Füzesi Zsolt, és olyan kötetlen, és tényleg olyan őszintén beszélgetett velünk, az már egy örök emlék volt, vagy egy örök élmény. Mesélj egy kicsit a párodról és a kislányodról. Ugye van egy 14 hónapos kislányod, van egy kedvesed, akit most már lassan 7 vagy 8. éve vagytok együtt. Kicsit mutasd be őket. Ugye kanizsai lányról van szó. 8 éve ismerkedtem meg egy közös barátunkon keresztül. Ugye 2009. április 26-án megszületett a kislányunk, Jászmin. Hát aki azt mondom, hogy... Tegnap volt a keresztelője. Tegnap volt a keresztelője, aki azért megváltoztatta az ember életét teljesen. Főleg azt mondom, az elején még annyira nem tudtam átérezni a helyzetet. A kislány ugye evett, aludt, de most tényleg, ahogy elkezdett járni és elkezdett vagyonni, azt mondom, hogy... Hát... Tényleg egy minden nap levesz a lábomról. Ez egy más eset, de én azt mondom, hogy nagyon sokat köszönhetek a barátnőmnek. Ugye az első naptól kezdve kim volt velem. Ugye azt mondom, korábban mondtam, hogy a Szecsőiről Pestről a váltás az egy nagy lépés volt az életemben, de azt mondom, hogy amikor Pestről kikerültem Brüsszelbe, ugye valamilyen szinten beszéltem angol, de ugye francia, flamandban inkább előtérbe, azért nagyon nagy szükségem volt arra, hogy tényleg legyen mellettem valaki. Úgyhogy tényleg ő mindenben támogatott a pályafutásomban, úgyhogy nagyjából ennyit így, amit szeretnék volna mondani. Én nem biztos meg tudnám azt tenni, amit annyit megtettek, hogy olyan fiatalon elengedtek, mert ugye van már egy nagyon jó oldal, de annyit azért tapasztalom azt is, hogy azért tényleg 11 éves koromban elkerültem, és nagyon kevés jutott, ugye egyke vagyok, és nagyon kevés jutott belőlem neki. Ugye ez főleg azóta nagyon sajnálom, amióta ugye édesapám meghalt, de hát ez az én döntésem is volt, úgyhogy ilyen az élet, és szerintem szerencsés vagyok, mondom, hogy sem. Mit várhatunk ma a németektől? Mindenképpen szerintem az nagyon nagy erősségük, hogy tényleg elég masszívak hátul, és ahhoz megvannak előrefelé a kellően gyors játékosaik. Mutasd meg neki, légy szíves, hogy mi van benne. Ki ne száradjál hazáig, az? Jó, és akkor neked is adunk egy zárt. Sikeres pályafutást, és sok sikert.
egy nagy pacsót. Még nagy pacsó. Szépen megköszönök mindent, én nagyon éreztem magam. Nagyon finom volt a vacsora. És örülök neki tényleg, hogy itt a környéken is vannak ilyen jellegű rendezvények, hogy ugye hogy össze tud jönni egy nagy társaság és együtt el tud tölteni egy estét. Az ajándéknak meg kifejezetten örülök, hát itt tényleg nem fogok hazáig kiszáradni. Szeretném bejelenteni, hogy a tombolából 142.000 forint jött össze, amit meg fogunk felezni, és akkor az egyik fele megy az árvízkáros útoknak, a másik fele pedig a helyi utánpótlás nevelésre. Köszönöm szépen mindenkinek a mai rendező részvételt, további jó szokulást a VB-hez, mindenkinek minden jót kívánok. Viszontlátásra!